brit magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, mi sokszor azért is nézünk körül kis hazánkban, mert kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fejlődnek a településeink, milyen utakon jártak eddig, és mik a terveik, hiszen ez a legizgalmasabb. És így jártunkba keltünkbe, rátaláltunk Tápió Bicskére, ami remélem, hogy nem annyira ismeretlen önök előtt, hiszen amikor a tavaszi hadjáratokról beszélünk, akkor mindig megemlítjük Tápió Bicskét, de most magát a települést, és egy friss polgármestert szeretnénk önöknek bemutatni. Épp ezért nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Herceg Róbert urat, Tápió Bicske polgármesterét, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én a lehetőséget, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy örömmel jöttem én, úgyhogy várom a nagyon kíváncsi vagyok, nagyon kevés riportot adtam még, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a este. Én szerintem kezdjük el azzal, hogy hol is van Tápió Bicske. Pest megyében helyezkedik el ez a település, hogyha Budapest és Szolnok között húzunk egy képzeletbeli egyenest, akkor körülbelül a közepe táján van. Akkor ez azt jelenti pontosan, körülbelül, hogy nincs messze a fővárostól, de egyébként is szép a fekvése. Mit tudunk földrajzilag róla? Nagyon szép tájakat találhatunk ott. A Gödöllői dombság végén helyezkedünk el, kicsit ilyen dimbes, dombos. Az alföldi jellegek is megtalálhatók rajta, és a dombos vidéknek a tipikus jellegzetessége is. Úgyhogy igazából mindenki megtalálja a magának tetszőt. Nagy helyekkel nem rendelkezünk, de hát igazából Magyarországon már nincsenek ilyenek sajnos. De egy nagyon szép táj. Nagyon sok természeti területünk van, védett területünk, ami Natura 2000-es például. Tehát bőven van a természetkedvelőknek látnivalót nálunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy azért a turizmus egy kicsit fellendülőben van, hiszen közel is van, ha a pestiek szeretnének valami szépet látni, és mégis kimenni a természetbe. Pont ez most az új cél. Ugyanis én azt gondolom, hogy eddig nem volt ez eléggé kihasználva. Uh-huh. És amikor én polgármester lettem, akkor próbáltunk új célokat kitűzni, és ez egyik fő célunk, hogy a turistákat kicsit magunkhoz vonzunk. Pont ez miatt, hogy aránylag közel vagyunk Budapesthez, a közlekedés jó, és ezt ki akarjuk használni. Gondolom, hogy ez a foglalkoztatottságban is segítene, meg egyáltalán az ottani vállalkozásoknak is. Így van, azt gondolom mindenféleképpen, ugye eddig leginkább mezőgazdasággal foglalkoztak ott az emberek, illetve ingáztak Budapestre. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség lenne, hogy esetleg szélesebb munkalehetőség legyen az ott lakóknak. Mióta beszélhetünk Tápió Bicskéről? Hát az már köztudott, hogy a bronzkor óta lakott, tehát olyan nagyon sok régészeti terület van ott egyébként, viszont 17 vagy 19 lelőhely van már ott. A bronzkor a legkorábbi időpont, ahol találtak hogy lelőhelyeket. És pont a napokban kaptam egy fantasztikus levelet a Nemzeti Múzeum egyik munkatársától, és pár éve, nem tudom a pontos időt, kb. 2 éve találtak egy olyan arany karpántot, ami a mostani adatok alapján, azért ez még nem végleges, de olyan jelentőséggel bír, mint a tápió szemátani, vagy a mezőkeresztési aranyszarvas. Tehát, hogy nagyon, nagyon várjuk, mert a publicisztika most készül, a tanulmányok most készülnek, a restaurálás is most van folyamatban ennek a karpántnak, és remélem, hogy jövőben ez már, ha nem is látható, de több információ kijuthat az emberek részére, és a tápió bicskeiket is majd magukénak érezhetik. Most még sok információnk nincs róla. Uh-huh. Gondolom, hogy ilyenkor sajnos azért a múzeumok az eredetire ráteszik a kezüket, és csak egy másolatot szoktak ott hagyni. Így van, ez így is van rendjén, azt gondolom. Én majd augusztus 27-én nézhetem ezt meg, tehát kivételezett helyzetben vagyok, nagyon boldog vagyok. De egyébként az első írásos emlék, visszatérve az ön kérdésére, 1250-ből származik, úgyhogy nem sokára évfordulónk lesz, majd szeretnénk ezt megünnepelni, és folyamatosan lakott hely volt. Pont az adottsága miatt, hogy folyók, mezők, rétek, minden az emberi élés, együttlakásnak minden feltétele adott volt rá. Megosztott a lakosság, vagy főleg magyarok vannak, vagy volt betelepítés? Magyarok, leginkább magyarok vannak most már. Tehát, hogy... És vallásilag, egyházi életileg? Túlnyomó részt katolikus a falu, de
kisebb, tehát vannak reformátusok, emolék, de a túlnyomó részt az katolikus. Van egy szép katolikus templomunk, meg egy kis picike kis református. Hát templom. Általában a katolikus templomok azok mindig emelik egy település fényét, szépek. Nem tudom, hogy önöknél ez most éppen hogy van, felújították-e már? Most van tervevéve. Nagyon remélem, hogy jövőben vagy a következő évben elkezdődik. Nagyon várjuk már azt is, most kicsit most egy ütött kopottnak tűnik így kívülről, pedig tényleg egy gyönyörű templom, ilyen speciális hegedű ablakokkal, tehát ilyen körte alakú ablakokkal, elég ritka ez az országban. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy fel legyen újítva. Ha már itt hallottuk, hogy na majd ez is lesz, ugye a karkötő kapcsán, vagy hogy felújítják a templomot, milyen tervei vannak, milyen pályázatokon vesznek részt? Hát mi minden pályázaton részt veszünk, megpróbálunk mindent. Ugye azt gondolom, hogy minden település, minden polgármester igyekszik, amire csak tudja, vagy lát esélyt, az beadja a pályázatokat. Nekünk, amikor leültünk eldönteni, hogy milyen új irányba megyünk, természetesen megtartva a régi értékeket, egyrészt ez a turisztika volt, ami nagyon fontos, azt gondolom, és véghez vihető. A másik pedig például az ipar, hogy valamilyen ipart oda telepítsünk. Ez már 34 éve nem sikerült, mert hogy nem vagyunk autópálya mellett, és illetve mellettünk van egy város, Nagykáta, ami azért elszívja ezeket a lehetőségeket, ezért ki kellett találnunk valami pluszt, amivel oda tudjuk csábítani. Valami pluszt kell adnunk a cégeknek, hogy oda tudjanak jönni. Úgyhogy most a melegvíz hasznosítás mellett tettük le a voksunkat. Reményünk van, hogy ez sikerül is, de ez még egy hosszú távú terv. Most egy új ipari területet kijelöltünk, ami alkalmasabb az eddiginél, és nagyon remélem, hogy pár éven belül tudunk új munkahelyeket teremteni, ami a lakosság számára nagyon fontos, illetve az önkormányzatnak is, hogy legyen valami önbevételünk. Hát igen, az iparűzési adó. Nélkül nem megy. Így van. Ez a meleg víz, ez a földből tör fel? Így van. Ez is egy célkitűzés, hogy mi szépen, hogy zöld irányba menjünk. Tehát mondok egy pár példát. Mi a szúnyogokat nem kémiailag gyérítjük, hanem biológiailag. Ez az irány mit jelent? Hogy tanuljunk? Ez azt jelenti, hogy semmilyen mérget nem szúrunk ki, hanem a lakosság bevonásával, a folyamatos tájékoztatásával és egy biológiai szerrel gyérítjük a szúnyogokat. Magát azokat a lappangó, pangó vizeket kezeljük le egy teljesen biológiai szerrel, egy spórával tulajdonképpen, ami semmilyen más élőnyre nem ártalmas, és a maga a szúnyog lárva már nem is kell ki. Ez így röviden ennyi. Ez egy spóra, ha beletesszük a vizes közegbe, az elkezd egy bizonyos fehérjét termelni, amit kizárólag a csípőszúnyogok esznek meg, és ebbe belehalnak. De a víziból, hát ez semmi másnak semmi bajon nem lesz. Illetve, ami nagyon fontos, nagyon sokszor, hogy mi termeljük magunknak a szúnyogokat, tehát fölhívjuk a lakosság figyelmét, hogy most esett az eső, most kell kimenni az udvarra, a kint hagyott vödört kiönteni a vizet belőle, stb. Mert ezekbe petézik bele a szúnyog. Tehát nagyon fontos ezek szerint a kommunikáció a lakossággal. Így van, nagyon fontos. Ezeket például hogy oldják meg? Vannak ilyen közösségi terek, ahol vagy éppen maga az önkormányzat? Hát az önkormányzatnak a hivatalos oldalán, illetve van az a híres felület, nem tudom, ki lehetne mondani, mindenki tudja a közösség oldalát, azt használjuk, és van egy helyi újságunk, amiben szintén tájékoztatást adtunk erről, hogy mit figyeljenek, hogy figyeljenek, és akkor ez a három fórum, ami manapság így alkalmas. Hát igen, erre. Ezzel végül is mindenkit el lehet érni, és rendkívül gyors. Tehát akkor terveznek sok mindent. Lesz-e olyan a templomon kívül még épület, amit fel kéne újítani? Iskola, óvoda, nem tudom, miük van? Most egy bölcsődét szeretnénk majd végre elkezdeni felépíteni. Reméljük, hogy sikerül. Ugye most a hatalmas árdrágulások miatt azért nem lesz egyszerű, de azon leszünk, hogy mi meg tudjuk csinálni. Illetve nyertünk egy fantasztikus pályázatot, egy gazdasági élénkítő program keretében végre lesz szállás lehetőség Tápjóbicskén. Reményénk szerint jövőre ez már meg fog nyílni. Egy erdei programközpontot alakítunk ki, szálláshelyjel, tényleg kisebb rendezvények megtartása alkalmas lesz, gyönyörű helyen lesz, tehát nagyon remélem, hogy vonzani fogja akár cégeket, akár esküvőket, bármi, aki lát benne fantáziát. Ezt mindenféleképpen, illetve nyertünk egy orvosszolgálati lakást, ami nagyon jó, ugye orvos probléma van szinte az egész országban, és reméljük, hogy ebben végre oda tudunk csalogatni egy körzeti orvost. Ezek azok az épületek, amit
amit nagyon szeretnénk megvalósítani, de egyébként mindent, most játszóteret is fogunk majd építeni, járdát építünk. Nekem nagy célom volt az, hogy közösséget építsünk, és én bevontam a lakosságot. Tehát mi már építettünk együtt temetőkerítést, járdát. Tehát, hogy fizikailag ők is beállnak és segítenek? Igen, igen, igen. Ez nagyon jó gondolat. Igen. Valamikor ez olyan természetes igen, volt. És ezt elfelejtettük. Pedig állítom, hogy hihetetlenül összekovácsolja az embereket. Én emlékszem, tavaly, idén is meg fogjuk csinálni, amikor a temetőkerítést építettük. Teljesen mindegy, hogy kimenjen pár rasszavazott, azok ott egymás mellett betonoztak, és olyan jól elbeszélgettek, eszükbe se jutott politizálni. Ugyanakkor megbecsülik azt, amit ők építenek, büszkék rá, amikor legközelebb már találkoznak a lángosos előtt, vagy bárhol, akkor már összecsapják a tenyereket, hogy jaj, de jó dolgoztunk. Ön egy jó pedagógus is egyben. Nem vagyok az, szerintem nem vagyok az, de én is, én még emlékszem ezekre az időkre, amikor ezt csináltuk együtt, és ez működött, és az emberek odafigyeltek egymásra. Most nem egy jó irányba megy a világ, azt gondolom. Hát sajnos, itt csak reménykedhetünk, hogy mégis valami csoda történik, és újból megszeretjük egymást. Én a beszélgetés elején ugye említettem ezt a bizonyos tavaszi hadjáratot, hát azért két mondatban, hogy miért is fontos ez Tápió Bicskének? Ez az a szívünk csücske, ez a mindenünk. Ugye én emlékszem, amikor gyerek voltam, és április 4-én még a felszabadulás ünnepét ünnepelte mindenki más. Tápió Bicske viszont a saját csatáját. 1849. április 4-én egy győztes csatát vívott ott a honvédsereg, és mi nagyon büszkék voltunk arra már gyerekkorunkban, hogy mi nem azt ünnepeljük, hanem nekünk van egy saját csatánk, amit ünnepeltünk, és ez adott egy büszkeséget nekünk. Én emlékszem, amikor először megláttam a huszárokat, hát én azonnal huszár akartam lenni, és én voltam a legnagyobb magyar, és az összes bokrot lekaszaboltam, de az tény, hogy kb. Már több mint 30 éve a tavaszi hadjárat részeként egy nagyon kiemelkedő eseményé fejlődött ez. Több mint 1000 hagyományőrző öltözik be, és egy jó másfél órás csatát vív, tüzérségi ágyukkal, a gyalogosok lőnek egymásra, a huszárok megküzdenek, átrohannak a patakon, fantasztikus látvány és élmény, és amikor ezt egy oda látogató turista meglátja, szerintem azonnal ő is huszár akar lenni, mint én gyerekkoromban, azt gondolom. És valóban tulajdonképpen ezzel az a pár település közé tartozik, amit az egész ország ismer éppen a tavaszi hadjárat miatt, tehát ez nagyon sokat segít majd gondolom ebben a bizonyos turizmus fejlesztésében. Igen, igen. Van ez a nap, de gondolom, hogy vannak egyéb jeles napok is. Igen, mindenféleképpen, és ezen próbálunk fejleszteni. És most például pont ezen a hétvégén volt egy úgynevezett Extreme Rush, vagy nevű futóverseny, ahol 4 versenyszám volt, egy 10 kilométeres, egy 4 kilométeres akadályfutás, egy katonai akadálypálya és egy feleségcipelő verseny, és az annyira fölkeltette a külföldi tévéseknek a figyelmét, hogy kijött a Reuters, és most már Fülöp-szigeteken látták, az NBC News, meg ilyen neves jó ötlet helyeken. Is. És egy év alatt odáig jutottunk, hogy hihetetlenül kinőtte magát, tehát ami 700 induló volt, versenyző, fantasztikus hangulat volt, és ezt is meg fogjuk tartani. De nagyon jó cross versenyünk van, tehát nemzetközi cross versenyünk van minden évben. Rengeteg ötletünk van még, most van egy olyan ötletünk, hogy az úgynevezett agyagásóban, ami egy, ahol van most egy kilátó, az is ilyen kis turista paradicsom lett, vagy ott egy koncertet tartani a saját, úgynevezett a harmónia kórussal, ők is a mieink, a mi kis gyermekünk, ez a harmónia kórus. Tehát fantasztikus hangulat lenne, volt fantasztikus millió, és szerintem nagyon jó hangzás, majd hogy egyszerűen föllépnek. Most például néptánc tábor van nálunk, pénteken lesz egy nagy táncház találkozó, amit ők tartanak. Szóval tényleg próbálunk minden olyan igényt kielégíteni, ami esetleg a turistákat vonzhatja. Meg tulajdonképpen a lakosságnak is jó, mert különböző korosztályok találják meg az őket érdeklő eseményeket. Igen. Viszont mi van az idősebbekkel? Hát nagyon jó kapcsolatom velük, azt gondolom, tehát rengeteget segítenek nekem. Legutóbb például segítettek nekem festeni, hogy rendben hozzuk azt a környéket, ahol a futóverseny lesz, meg a labdarúgást is szeretnénk föléleszteni. Nem is szóltam, szintén sütöttek és mázoltak és kentek. Tényleg nagyon jó a nyugdíjas klubunk.
próbálunk, nagyon sok civil szervezetünk van, és ezeket próbáljuk segíteni anyagilag is, meg minden egyéb módon. Azt gondolom, hogy ha szólnak, akkor én azonnal ugrok, és én is tagja lettem a Nyugdíjas Klubnak, tiszteletbeli tagja lettem, úgyhogy megyek a találkozóikra is, de nagyon-nagyon sok hálával tartozom nekik. Egyébként a falunapon, ami most volt szintén, ott is fölléptek ők, tehát nagyon aktívak a nyugdíjasnak, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy remélem, hogy ez így marad, sőt tovább fejlődik majd ez a kapcsolat. Ebben az évben lesz még valami olyan esemény, amire érdemes felhívni a többiek figyelmét? Hát ami még speciális, az az augusztus 20-ánk, nekünk egy szabadtéri mise van, az nem mindenhol jellemző, és ott szoktuk átadni a kitüntetéseket, illetve az új, vagy a kenyeret megáldjuk. De az adventi időszakban is nagyon sok olyan eseményünk van, amit most nem akarok felsorolni, de ott is van a templomban például egy koncert a Harmónia Kórusnak, ami fantasztikus szokott lenni, és ott is az a hangzás, meg mindig telt ház van a templomban. Sajnos többször kéne ilyen telt házat, de azon is rajta vagyunk, hogy a hitéletet is egy kicsit fellendítsük. Hát én most nagyon sok mindent hallottam, meg kell mondjam, hogy már időnk se lenne, ha még szeretne felsorolni, viszont nagyon ráéreztünk arra, hogy lám-lám, hogy milyen települések vannak, nem hogy pihennek, hanem egyre inkább készülődnek, fejlődnek, úgyhogy én gratulálok Önnek, polgármester úr, és kívánom, hogy a település egyre jobban fejlődjön, sőt, visszavárjuk, ha majd ezek a nagy hírek, amiket most beharangozott, valóra válnak. Köszönöm szépen, azért ez nem csak az én érdemem, tehát egy hihetetlen stáb van mellettem, mögöttem, és azt gondolom, most már falu lakosság is rengeteget segít. Tényleg így van. Hát nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, vagy átadom Önnek a szót, hívja meg nézőinket. Akkor nagy szeretettel meghívunk mindenkit Tápióbicskére, garantálom, hogy jól fogják magukat érezni.